Az MSZMP és az SZDSZ tiszta egyéni választókerületi rendszert akart. Az MSZMP úgy gondolta, hogy a régi beágyazottság és az MSZMP tagok ismerettsége folytán majd ők meg tudják nyerni az egyéni választókerületek többségét, és akkor meg tudják őrizni a kormányhatalmat. Tölgyesi Péter szintén tisztán egyéni választókerületi rendszerben gondolkodott, mert ő fordítva kalkulált, azt mondta, hogy nem fog nyerni az MSZMP egyáltalán, az ellenzék, főleg, hogyha együttműködik, az ellenzék meg fogja tudni nyerni az egyéni választókerületek nagy többségét. A Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt és a Szociáldemokrata Párt is a saját nevének csengésébe bízva, és abból is kiindulva, hogy a történelmi mellőzöttség és üldözöttség okán a személyi állománya nem alkalmas arra abban a pillanatban, hogy az összes egyéni választókerületeket betöltse, a tiszta listás rendszerre épített, tehát abba biztak, hogyha megjelenik a szavazólapon, hogy független Kisgazdapárt, ez láthatatlanban 15-20%-ot hoz, ugyanebbe bízott a Kereszténydemokrata Néppárt is, és ők erre esküdtek. A Magyar Demokrata Fórum képviseletében, ahogy előbb mondtam, az általunk javasolt vegyes rendszer volt, különösebb ilyen politikai preferencia számítások nem voltak a részünkről. Ez azért az az időszak volt, amikor az MDF a legerősebb ellenzéki erő volt, mert hiszen 89 nyarán vagyunk, még nem volt a négy igenes népszavazás, ami ezt az erőviszonyt azért az MDF bojkott meghirdetése miatt átrendezte némileg. Tehát mi mentünk még egyszer, amit mi javasoltunk, az csak irány volt, tehát az hangsúlyozta az MDF elnökség, hogy nem azt akarják, hogy a 25-22-es sér harcoljunk a maga konkrétságában. Nyilván az most csak a választási rendszerről beszélek, de úgyis anakronisztikus lett volna. De az, hogy legyen vegyes a rendszer. Na most ebben nem tudtunk, mint mondottam, a választási szakbizottságba előrelépni, és a politikai egyeztető szinten is úgy látszott, hogy nem lesz megegyezés. Na hát akkor jött kérem szépen a szonda. Nem a szonda Ipsos, hanem egy politikai szonda. Tudnélik, azon egyszerű okból, hogy hirtelen ennyiben megülesedett 4 vagy 5 egyéni választókerület, 1989. júliusa környékén időközi választást kellett tartani. Talán az is belefér az időmbe, hogy ennek egy érdekes története volt. Az ellenzéknek az volt a taktikája, hogy mivel benne volt akkor az alkotmányban az, hogy vissza is lehet hívni a képviselőket, zárójel, ami most nem véletlenül nincs benne, mert a szabad mandátum elvével ez összeegyeztethetetlen, de a kommunista rendszerben kommunikációval, érveléssel, hogy bemutassák, hogy ők milyen demokratikusak, vissza is lehet hívni a képviselőket, ezt beírták az alkotmányba a kommunista korszakban. Igazából ez valójában egyre szolgált, hogyha netán valamelyik képviselő úgy gondolja, hogy komolyan veheti, hogy ő önállóan képviselhet valamit a pártól függetlenül, hogy gyorsan ki lehet penderíteni a parlamentből, mert visszahívják. Na hát 89 nyarán az ellenzék, MDF, SZDSZ és a többiek úgy gondolták, hogy most ezt ki is lehet használni, és elkezdtek ilyen rossz hírűnek tartott kommunista képviselőknek a visszahívását kezdeményezni, tehát a saját fegyverüket akarták visszafordítani. Ebből az következett, hogy 4 képviselő nem várta be azt, hogy a visszahívási eljárás lefolytatódjék. Annak a szabálya úgy volt, hogyha választók több mint fele a visszahívás ellen dönt, akkor elveszti a mandátumot. Ezt nem várták, hanem lemondtak. És ezek a képviselői helyek megörültek. Érdekességként mondom, azt hiszem egy mozdonyvezető megmakacsolta magát, az nem mondott le, de az ő visszahívása nem is sikerült. Tehát honorálta a nép, hogy ő kitartotta mellett, hogy ő nem mond le. De megüresedett 4 vagy 5, azt hiszem talán 5, ha pontos vagyok, 5 mandátum, és időközi választásra... 4 volt? Köszönöm. És akkor erre időközi választást írtak ki, ahol az ellenzéki pártok hát nem ilyen
szövetségbe tömörültek, de egy jelölten indultak. Többnyire MDF-es jelöltek voltak, Raffai Ernőre emlékszem, Debreceni Józsefre emlékszem, Rosszik Gáborra, ő is akkor MDF-es színek, és volt egy balla, Rózsa Dedi, de ő nem MDF-esként, SZDSZ-esként. A lényeg az, hogy mindenütt egy ellenzéki jelölt indult, és valamennyi egyéni választókerületet el is vitte az ellenzék. Na ebből rájöhettek, csak az én értékelésem, az MSZNP pártközpontjában, hogy rossz lóra ülnek, hogyha ők arra számítanak, hogy egyéni választókerületi rendszer lesz, akkor ők nyernek. Úgyhogy az történt, hogy amikor ezt az időközi választás követő héten, vagy két héttel, ismét összeült a parlamentben a középszintű egyeztető bizottság, akkor Fejti György azt mondta, szót kért, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárton megegyezés reményében kész a kompromisszumra, és hajlandó elfogadni egy vegyes rendszert, nem ragaszkodik az egyéni választókerületi rendszerhez. Hát ettől a pillanattól kezdve, most már arról volt szó, hogy az SZDSZ, és mi, ez nyilván nem volt meg a pontos elképzelés, hogy milyen vegyes rendszer legyen, de mint alaptípus közel állt már, vagy elvi szinten ugyanaz volt, amit elnézést az MDF-ben képviseltünk, és az volt a kérdés, hogy az SZDSZ, Kisgazdapárt, Kereszténydemokrata Néppárt engede, és hát végül is engedtek a maguk részéről a Kisgazdapárt, tehát a történelmi pártok ezt a nevet használták rájuk, vagy én soha nem használtam, most mondani fogok, de ilyen lebecsülő jelleggel úgy mondták, hogy a nosztalgia pártok, ők feladták, hajlandók voltak ők is a vegyes rendszert elfogadni, és végül is az SZDSZ. A vita arról szólt, hogy milyen arányú legyen a vegyes rendszer, vagyis az egyéni választókerületek és a listák aránya. És ebben létrejött egy megegyezés, ami nem teljesen az lett, ami a törvény lett,